Október 1-e az emlőrák elleni küzdelem világnapja. Ebben a hónapban az egész világon arra hívják fel a figyelmet, hogy ez a daganat típus korai diagnózissal megelőzhető. Az emlőrák itthon a második leggyakoribb ráktípus, de előfordul, hogy az első helyre is felkerül. Stábunk ezért a Pozitron Diagnosztikai Központba látogatott, hogy megismerjük a leghatékonyabb megelőzési és kezelési módszereket. Évente Magyarországon olyan 7-8 ezer emlőrákot diagnosztizálnak, de ennél valószínűleg jóval több van, mert ugye vannak, akik később kerülnek orvoshoz, és később kerül a diagnosztizálásra a daganat. Leggyakrabban a nők maguknak tapintják, de mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmet az emlőszűrésre, mert az emlőrák az a betegség, ami a szűréssel rendkívül jól megtalálható, és hamar elkezdődhet a kezelés. Az emlőrák kialakulása ugyanúgy, mint a többi ráké is, jelenleg azért még kutatás alatt van. Nagyon sok mindent tudunk már róla, de nagyon sok mindent nem. Férfiaknál is kialakulhat, évente olyan 150-200 férfi emlőrákot találunk Magyarországon, és a férfi emlőrák egy családban az igazából egy elég nagy rizikófaktor, ugyanúgy, mint a fiatalkori emlőrák. A ráktípus gyakorisága miatt a megelőzés elsőrangú feladat. Ezzel kapcsolatban egy nő legelső feladata, hogy rendszeresen végezzen magán emlővizsgálatot. Sajnos ez néha azzal jár, hogy egyesek fals diagnózist állítanak fel, és pánikba esnek, hogy rákosak. A doktornő ilyenkor inkább azt tanácsolja, hogy ha a hölgyek gyanús csomót találnak, forduljanak orvoshoz. Az önvizsgálatot minél hamarabb meg kell tanítanunk a lányainknak. 20 éves kortól érdemes elkezdeni. Otthon fekvő ülő helyzetben is lehetőség szerint két kézzel sugárirányban kívülről befelé haladva próbáljuk áttapintani az emlőket. Fontos az, hogy mindenki megismerje a saját testét, és olyan 35 éves kortól kezdődően már a képalkotó vizsgálatokat is ajánljuk. Nagyon gyakori az, hogy hirtelen megijedünk. Erről általánosságban azt tudom elmondani, hogyha valaki valami kis rugalmas dolgot tapint a mellben, és egyik napra a másikra veszi észre, tehát a hirtelen keletkezett, az a legnagyobb eséllyel ciszta vagy szerű képződmény, ami egy folyadéktartalmú elváltozás. Fiatalokban és idősebbekben is viszonylag gyakran találkozunk vele. Ez legtöbbször ultrahanggal tisztázható. Azonban, hogyha valaki már 30 éves elmúlt és tapint valamit, akkor a röntgenmammográfiát javasoljuk, mert az az, ami ezt az elváltozást ultrahanggal együtt egyértelműen tudja tisztázni. Pont az a mi feladatunk, hogy próbáljuk a kettőt egy kicsit elkülöníteni egymástól. Sajnos nem mindig könnyű. A ciszta az, mint ahogy említettem, általában egy rugalmas falú dolog, kimozdítható. A daganat nagyon sokszor észrevétlen, leggyakrabban egy kötött, kemény, kimozdíthatatlan elváltozás. Sajnos mindegyikre van ellenpélda, úgyhogy a legmegfelelőbb az, hogyha orvoshoz fordulunk. A második feladat, hogy szűrővizsgálatra kell járni. Itthon csak középkortól felfelé kötelező, de korábban is ajánlott a rendszeres szűrés, hiszen ez sokkal alaposabb, mint az önvizsgálat. Magyarországon a szűrővizsgálat az 45 és 65 év között van, akkor behívót kapnak a hölgyek, és ezzel mindenkinek élnie kellene. Sajnos nem így van, sokan nem jelennek meg. A hivatalos szűrésen az asszisztensnő tapintja át a melleket, utána elkészít két-két felvételt mindkét emlőről, két-két irányból, és utána két orvos átnézi ezeket a felvételeket, és ők ketten eldöntik egymástól függetlenül, hogy szükség van-e további vizsgálatokra, vagy nincs. Ha nincs szükség, akkor a hölgy megkap egy értesítést, hogy rendben van, és legközelebb két év múlva elégséges jönnie. Minden egyéb esetben orvosi vizsgálat fog következni. A merrák kialakulásának valószínűségét növeli, ha a családban előfordult fiatalkori vagy férfi emlőrák, esetleg többszöri hormonkezelés. Rizikófaktornak számít az egészségtelen életmód is, az elhízás, a cukorbetegség, az alkohol és a dohányzás. Sajnos fiatalabb korban is előfordul emlőrák. Jelen tudásunk szerint azt javasoljuk, hogy 35 és 40 éves kor között érdemes megcsináltatni az első mammográfiát, panasztól függetlenül is. Vannak olyan családok, ahol nagyobb rizikó van, ott 30 éves kortól ajánljuk ezt az eljárást, mammográfiát, ultrahangot, szükség esetben emlő MR vizsgálatot is. Ezek azok a családok, ahol esetleg genetikai érintettség van, vagy több generációs halmozódás az emlőrák vonatkozásában.
A komplex szűrővizsgálat utáni lépés a kiértékelés. Erről tudni kell, hogy egyetlen szűrővizsgálat sem hozhat 100%-ban pontos eredményt. Amikor megtörténik a visszahívása valakinek, hogyha erre gondolunk, akkor ott egy orvos ismételten megtapintja, és vagy ultrahangvizsgálatot csinálunk, vagy kiegészítő röntgenmammográfiás felvételeket, vagy MR-vizsgálatra küldjük a pacienset, vagy mintavétel történik, hogyha találtunk olyan elváltozást, aminek a tisztázása szükséges. A mintavétel az egy egyértelmű diagnózist mond, citológiai vagy szövettani diagnózist, ami, hogyha rossz indulatú, akkor onkotím elé megy a beteg, és akkor megindul az onkológiai felülvizsgálat. A nőknek nem csak azzal a félelemmel kell megküzdeniük, hogy a mellükben érzett csomó esetleg rossz indulatú lehet. Sokan ennek ellenére sem jutnak el szűrésre, mert félnek a mammográfiás vizsgálat okozta kellemetlenségtől. A legtöbben ugyanis úgy tudják, hogy a gép fájdalmasan összenyomja a mellüket. Kétségtelenül egy kicsit kellemetlen ez a dolog, tehát valóban egy kicsit össze kell nyomni a melleket, mert technikailag röntgenfelvételt csak így tudunk készíteni. De erre azt tudom mondani, hogy egyre jobbak a gépeink, egyre jobb a kompressziós lehetőség, és ezzel lehetőség szerint leginkább, legkevesebb komprimáló erővel tudunk jó minőségű felvételeket készíteni. Különbözőek vagyunk, vannak akiknek érzékenyebb a melle, vannak akiknek kevésbé, sajnos ezt nem tudjuk kiküszöbölni. A diagnosztikai módszerek közül a legtöbben a mammográfiás röntgenfelvételt ismerik, pedig az elmúlt években a tomoszintézis szintén bekerült a köztudatba. A tomoszintézis a CT-hez hasonlóan úgymond szeletekben képes megmutatni a szöveteket. A tomoszintézis a röntgenmammográfiának egy ilyen újabb fejlesztett verziója. Bizonyos típusú emlőknél vannak olyan elváltozások, amik felderítésében a tomoszintézis sokat segít, ugyanis réteg felvételeket készít az emlőkről, többet. Tehát egy nagyobb részt tudunk átnézni, mint az egy-egy felvétel alkalmával. Kicsit a CT-vizsgálathoz tudnám hasonlítani, azt talán már többen ismerik, az is ugye a réteg felvételeket készít, ugyanezt készíti az emlőről a tomoszintézis. Van, amikor segít, de az alaphelyzetekben a 4 felvétel az elégséges szokott lenni. Legtöbbször kiegészítésnek használjuk, amikor valami bizonytalanságot észlelünk és szeretnénk tisztázni. És az esetek többségében azonnal meg tud születni a lelet. A mellrák a nőket talán a legérzékenyebb, a nemiségüket meghatározó pontjukon támadja. Ezért óriási traumát jelent számukra egy diagnosztizált daganat esetében a mellek, illetve annak jelentős részének eltávolítása. Nem szabad azonban azt gondolni, hogy minden esetben szükség van az eltávolító műtétre, de ha mégis így lenne, visszaállítható az eredeti állapot. Hála Istennek abszolút azt tapasztaljuk, hogy egyre jobban gyógyítható, minél hamarabb felfedezzük, nyilván annál jobbak az esélyek. A plasztikai sebészek gyönyörű műtéteket végeznek. Nagyon sok olyan lehetőség áll már rendelkezésükre, ami 20-25 évvel ezelőtt még kevésbé volt. Az implantátumok is egyre tökéletesebbek lesznek. Úgyhogy nyilvánvalóan egy lelki trauma a minden egyes műtét, de mindezek mellett mindenkit biztatnék arra, hogy egyre több a gyönyörűen gyógyult eset, és utána ugyanolyan életminőségben mehet tovább az élet. A plasztikai sebészek leginkább az emlő megtartó műtétek irányában próbálkoznak, és ez így is van, ezt is tapasztaljuk napi szinten, hogy lehetőség szerint a daganatot távolítják el, és mindenféle korrekciós műtétekkel együtt szép eredeti állapotot tudnak visszaállítani. Sajnos adhat átétet az összes többi rákhoz hasonlóan, ezért nagyon fontos a prevenció, a megelőzés, amikor még jóval ezelőtt fölfedezzük a daganatot, mielőtt ez megtörténne. A legtípusosabb és legelső hely az általában a hónai érak csomók szoktak lenni. A műtéten kívül, ahogy ön is mondta, a sugárkezelés, a kemoterápia és a hormonterápia szokott az emlőrákok gyógymódja lenni. Ezt az onkológus szokta eldönteni, hogy milyen sorrendben és melyiket alkalmazza. A szakember arról is tájékoztatott, mi a teendő, ha életünkben először mennénk mammográfiás szűrővizsgálatra.
45 év felett érdemes megvárni a behívót, fiatalabb korban azonban gyakorlatilag bármikor elmehetünk szűrésre. Ha 45 éven felüli és 65 éven aluli, akkor várhat erre a behívóra, és akkor a területileg illetékes előszűrőközpontba tud menni. Ha ennél fiatalabb vagy idősebb a hölgy, akkor házi orvosi beutalóval a legtöbb kórház, illetve rendelőintézet fogadja a pácienseket, illetve még a magánintézmények beutaló nélkül is ugyanezt a feladatot ellátják. Aki már túl van egy daganat eltávolításon, annak továbbra is érdemes figyelnie magára, hiszen az emlőrák kiújulhat. Előfordulhat, sajnos ki is újulhat, sőt olyan is lehet, hogy a másik oldalon is van. Hála Istennek ezek nem annyira gyakoriak, de előfordulnak. Ezek is gyógyíthatóak olyan szempontból, hogy újabb kezelés, újabb műtéti megoldás szóba jön. A metasztatikus emlőrák is reagál nagyon sok kezelésre. Fontos tehát, hogy az emlőrákról minél inkább tájékozottak legyünk, de a tettek még ennél is lényegesebbek. A doktornő azt javasolja, 35 év felett minden nő menjen el az első mammográfiás szűrésére.